Én azt gondolom, hogy az a közösség, amit működik, és alapvetően ugye a közösségünk színessége az, hogy itt nem csak Soroksáról, a környező településekről, és tényleg Budapest számos részéről ellátogatnak hozzánk, ez önmagáért beszél. Így gyakorlatilag el lehet majd mondani, hogyha befejeződik végérvényesen a csatornázás, hogy 98%-ban Budapest csatornázott lesz.